Éppen hazafelé tartottunk Floridába. A karácsonyt és a szilvesztert az én családomnál töltöttük. Murfreesboro-nál jártunk, ez körülbelül 30 percre van a lakástól. Azt nem tudom, hogy pontosan mi történt. Csak arra emlékszem, hogy rámentünk egy buckára. Felnéztem, és egy híd jött szembe velem. Mélyen aludtam az anyósülésen, és egyszer csak nekimentünk a póznáknak. Minden lelassult. Amire felfogtam, mi történik, a bal oldalamon már a védőkorlát volt csak, és már nem tudtam visszamenni az útra. Végigfutott az agyamon, hogy az útra már nem tudok visszajutni. A hídoszlop meg egyre közelebb kerül, és azzal nem lenne jó frontálisan ütközni, ezért meg kell próbálnom megkerülni. Tisztán emlékszem, ahogy fogom a kormányt, és próbálom megkerülni az oszlopot. Viszont ahogy a kerekek elérték a meredek partoldalt, a lendület nekidobott az első pillérnek. Ezután megpróbáltam rajta maradni a töltésen, de minden alkalommal nekivezetett a következő pillérnek, aztán a következőnek. Ijesztő dolog volt, de egy pillanatig sem féltem, csak arra gondoltam, hogy meghalhatunk a következő pillanatban. Nekicsapottunk a negyedik pillérnek, ami lényegében félbeszakította a kocsit, és ez volt, ami felborított minket. 360 fokot pördültünk, és nekicsapottunk az ötödik pillérnek. Emlékszem az utolsó becsapódásra, utána minden elcsendesült. Ahogy felfogtam, hogy tudok mozogni, és rendben vagyok, ránéztem Hunterre, ott feküdt a kormányon. Minden csupa vér volt. Azt hittem, hogy meghalt. Nagyon megijedtem, és ordítani kezdtem. A következő, amire emlékszem, hogy a mentős felettem áll, és belevilágít a szemembe. Különböző mentőkbe tettek minket, nem tudtunk egymással beszélni, csak amiatt aggódtam, hogy életben van-e. Amikor kinyitottam a szemem, a bátyámat láttam meg. Azonnal feltörtek az érzelmek. Amint felrakták a merevítőket rám, Erikát akartam látni, valakinek meg kellett mutatnia őt. Hunter szinte kiosont, hogy láthasson engem. Bejött, és ahogy megláttam, elsírtam magam, mert láttam, hogy jár. Amikor bementem hozzá, a bátyámba kapaszkodtam. Ő meg levideózta, és később csinált egy-két pillanatképet a videóból. Azért posztolta a történetünket, hogy mindenki lássa, hogy történnek csodák is, annak ellenére, hogy a rossz dolgok mindennaposak a világban. Ekkor még úgy voltam vele, hogy élünk, semmi bajunk nincs, ez nem lehetett olyan komoly. Aztán, amikor megnéztem a kocsit, elámultam, hogy hogyan tudtuk ezt túlélni. Olyan volt, mintha két védőburok lett volna az utastérben. A hátsó ülések szétmentek, a kocsi ripityára tört, kivéve a mi két ülésünket. Amikor előkerülnek a fotók, nem tudom túl sokáig nézni őket. Nehéz, mert oda-vissza jár az agyam, hol hálás vagyok, hol meg értetlen. Ahogy a kocsit végignéztem, és az én oldalam sértetlen volt, míg Hunter oldala teljesen megsemmisült. A baleset előtt mindig úgy gondoltam, hogy nem vagyok túl jó keresztény. Ha valami történne velem, Isten nem biztos, hogy megvédene. Miután ez történt, túláradó békességet éreztem. Csalódást okoztam Istennek minden egyes nap az új év napján bekövetkezett balesetig, de ő mégis kegyelmes volt és megőrzött. Senki sem tudja kiérdemelni a szeretetét. Bármi is van, ő mindig ott van, hogy megoltalmazzon a baj idején. Amikor valami stresszeli vagy megrémíti az embert, például a halálfélelem, mint a mi esetünkben, fontos tudni, hogy nincs olyan pillanat, amikor Isten ne lenne ott. Szeretném, ha az emberek meglátnák, hogy a legrosszabb pillanatokban sem hagy magunkra Isten.